A Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy a magyar kormány egyértelműen Izrael és a háború oldalára állt, ellentétben azzal, amit az ukrajnai háború során legalább látszólag a kormány tanúsított. Az ukrajnai háború során végig arra hivatkozott a magyar kormány, hogy a béke oldalára akar állni, és nem kötelezi el magát egyik harcoló fél oldalán sem. A mostani szintén a harmadik világháború kitörésének lehetőségével fenyegető háborús konfliktus esetében azonban az izraeli-palesztin véres események kapcsán a kormány föladta ezt a látszólagos semlegességét, és egyértelműen Izrael, illetve annak a vérontásnak az oldalára állt, ami jelenleg Gázában folyik. Nagyon fontos rögtön azt leszögeznem, hogy a terrorizmus minden formáját a leghatározottabban elítéli a Mi Hazánk mozgalom, tehát így a Hamász terrorista cselekményeit is a leghatározottabban visszautasítjuk és elítéljük, és azt gondoljuk, ahogy ezt az első közleményünkben is leírtuk, hogy minden országnak joga van az önvédelemhez, és ezt Izrael mindaddig gyakorolhatta is, ameddig Izrael területén zajlott maga az összecsapás. Ugyanakkor jelenleg, ami Gázában történik, az már nem nevezhető önvédelemnek. 3000 gyermek lemészárlása az nem igazolható önvédelem semmilyen helyzetben sem, és ugye azt tudjuk a napvilágra került adatok alapján, hogy az elmúlt évek összes világszerte előforduló háborús véres konfliktusai során nem öltek meg annyi gyermeket, mint most ez alatt a rövid idő alatt Gázában. Tehát ez egészen példátlan méretű civilek elleni terrortámadás, amit jelenleg az izraeli hadsereg végrehajt Gázában. Ez nemhogy Izrael védelmét nem szolgálja, hanem ez az, ami belesodorhatja a világot egy harmadik világháborúba, hiszen ma már nem csak Gázában gyilkol nem csak Hamász terroristákat, hanem civileket is az izraeli hadsereg, hanem Szíriában, illetve Libanonban is vannak bevetések, ez pedig az eszkaláció veszélyével jár. Irán, az Amerikai Egyesült Államok és aztán több muszlim vagy akár arab ország bekapcsolódhat még ebbe a háborúba. Ez rendkívül veszélyes a jelenlegi, egyébként is nagyon feszült világpolitikai helyzetben. A Mi Hazánk mozgalom ezért tiltakozik amiatt, mert azt az ENSZ határozatot elutasította az Amerikai Egyesült Államokkal és Izraellel együtt Magyarország, amely az azonnali tűzszünetet követelte volna. Ez az oka annak, hogy tartózkodtunk, illetve Novák előtt nemmel szavazott akkor, amikor a magyar parlamentben egy olyan határozatot kívánt nagy koalíciós összefogással a Fidesz elfogadtatni, amely során csak az egyik háborúban álló felet hívta meg a parlamentbe, tehát az izraeli nagykövetet meghívták, a palesztin nagykövetet nem hívták meg. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja tehát az, hogy Magyarországnak ki kell maradni ebből a háborús konfliktusból, és az ENSZ útmutatásait kell követni. Ez ugye a két állami megállapodást és az azonnali tűzszünetet szorgalmazza. Nem támogatjuk sem Izrael felszámolására való törekvéseket, sem pedig Palesztina megszüntetésére irányuló törekvéseket. Ezért is mondtuk azt, hogy az ENSZ útmutatását, vagy azzal tud egyetérteni a Mi Hazánk mozgalom, amit az ENSZ kinyilvánított, azonnali tűzszünet és két állami megoldás.